Thank you.
örömésünk az Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok az igét, úgy, amit a szólni kíván hozzánk, a Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetéből, a 4. fejezet 1-11 verséből. Akkor elvitte Jézus a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördögöt. Miután 40 nap és 40 éjjel bőkölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a követ változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. A Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy megtejtsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat a te Isten. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyet, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, megfogadásán és annak megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hosszú tűrő kegyelmedért, gondviselő szeretetedért, de legfőképpen hűségedért. Köszönjük azt, hogy jöhetünk hozzád, hiszen te nem vetsz el magadtól. Köszönjük, hogy beleszólsz szent szabad által az életünkbe, hogy intesz, figyelmeztetsz, ugyanakkor erőd is adsz. Kérünk, hogy most is azt add nekünk, amire szerinted szükségünk van. Te látod, Urunk, az életünket, a megrázkódtatásainkat, a nehézségeket. Olyan sok minden igyekezne elvonni tőlem. Segíts nekünk beléd kapaszkodni, ráállni szabadra, és hagyjuk, hogy elvégezd kiben-kiben azt, amit te jónak látsz. Beszélj a szívünkre, tégy fogékonyá, és segíts kitárni a szívünk ajtaját. Köszönjük, hogy ígéddel bátorítasz bennünket félelmeink és rettegéseink között is. Hisszük, hogy ezen a vasárnapon ezért is hívtál ide minket. Tudjuk, hogy szükségünk van a te közelségedre. Kérjük, hogy maradj a közelünkben. Szükségünk van a te szent szabadra, ezért kérjük, hogy szólj hozzánk. Várjuk a te jelenlétedre. Kérjük, hogy maradj mellettünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a családod tagjává fogadtál bennünket. Hálával tartozunk azért, hogy ez a tagság örök tagság, amely már itt a földi életben elkezdődhet. Ad nekünk a te drága szent lelkedet, hogy tudjunk az igének befogadói lenni, hogy az engedelmes életet tudjon bennünket sarkalni, és segítsen minket a te dicsőségedet munkálni földi életünkre is. Kedves testvérek, az ige keretésére készülve énekeljük a 201. énekünk első versét. A 201. ének első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet, a törzs király.
hasárban is megszólít bennünket. A második Korintusi levél 6. fejezetéből, az első 10 versből. Vele együtt munkátokat, mindünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem kiállhatták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattak vala, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvérasztott éjszakákban, bőkölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság erejével, igényével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felőkkal való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint állítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme élők, mint megtenítettek és megmentöltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Eddig Istenünk ír a igéje, a gyülekezet fogának helye. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Nagyon sokszor hallhattuk, akár matematika órán, vagy más órán is, és a jelenlévő tanárok is megerősítették azt, hogyha az alapok rendben vannak, akkor később sem lesz probléma. Az alapok karban tartása nélkül nincs fejlődés. Ha az alapok rendben vannak, akkor később sem lesz probléma. Az alapok karban tartása nélkül nincs fejlődés. A kikérdezés, az ismétlés elmaradhatatlan liturgiai elem lehetett az órákon, tanítási órákon, jó napokban és rossz napokban egyaránt. A matematikai napra készség ilyen megőrzési technikája nincsen messze ítéletünk ápolásának, gyakorlásának sem. Pál apostol korintusi testvérek számára többszörösen is megismétli levelében az igazi alapokat. Elmondja, felsorolja, és retorikai rokkurral elintárja a sohasem és semmilyen körülmények között sem felejthető krisztusi alapelvet. Valószínű, hogy mindez azért történik, mert biztos akart lenni abban, hogy így nem felejtik el ezeket a gyülekezet tagjai. Nem segít más, csak a sokszori ismétlés, felidézés és felmondás. Ha ezt nem gyakoroljuk, akkor gyorsan elejét veszik a kedves bibliai versek, a befogadott igehirdetések, a lelki beszélgetések, egykor neki pillanatai is. Még a nagyon mélyre került aranymondások is ismétlésre, felidézésre szorulnak. Így nem vesztene az elejükből. Minél idősebb valaki, annál sűrűbben érdemes ezt gyakorolni. A lelki ajándékoknak csak ez a friss ereje a hihetetlen nagy energiát ahhoz, hogy életünk legváratlanabban ránk szakadó
nehéz eseményeiben helytálljunk, kitartsunk. A lelki frissen tartás egyáltalán nem másodlagos jelentőségű. Ezért is szeretnénk ebben az évben minden egyes igehirdetésben a lelkünkkel foglalkozni itt a gyülekezet közösségében. Szeretett testvéreim, az apostol számára azért feltöltően fontos ez a technika, mert aggódik a korintusi közösségért. És félti őket a megpróbáltatások és a belső zavarok okozta aktuális helyzetben. Félti az elért eredményeket. Aggódik a személyesi elegendő erejéért a reálbízottak életében. Pál, apostol már a szívét, lelkét beleadta, és kinyitotta korintusi évek előtt. És nagyon fájna neki, ha ennek nem lenne visszhangzása, és nem lenne kölcsönös a kapcsolat. Legtöbb éppen pedig az, mert nem lenne fenntartható és megőrző erő, erőforrás a megpróbáló időben a gyülekezet közösségének tagjainak az életében. Az átadott ismeretek és az átadó hitelessége és lényeges eredmény építő faktor a hívő ember életében. Személyes, megszólító erő, a személy varázsa, egészséges része a hit kommunikációjának ma is. Akin keresztül elért minket Isten, akinek a szavai végre kerültek a lelkünkbe, és akihez nyugdíj vissza lehet térni bármilyen nehézség is ér el bennünket. Ő tudja csak igazán hitelesen átadni mindazt, amit ő képvisel. És ő tudja igazán hitelesíteni, vagy rossz esetekben sajnos éppen megmutatni a ráhallgató és őtlen elért eredményeket. És az elfogadó testvért is megmutathatja. Ez persze az egyházra nézve is érvényes, igaz ma is. Az év eleje a frissítésről és a rendszerezésről szól az életünkben. Újra lehet formálni a gondolatainkat, az érzéseinket. Fel lehet elevéteni elhanyagolt és nem gondozott testvéri kapcsolatokat. Nem kötelesség ez, hanem lehetőség. A mai apostoloknak is, akiket most konkrét együtt munkálkodásra hív Pál, lényeges szerepe lehet ebben lelki karban tartó praxisban. Az aktív jelenlét, szolgálatok vállalása és az egymásért meghozott áldozatok és cselekvések nem mentek ki még a divatból, a legmodernebb egyházi közösségben sem. Így a PPC reformátusoknál is vállalni kell mindezt. Az egyik munkálkodó létszámát mindig csak növelni szabad. Nincs olyan energia, ami szabad lenne ezen a területen megspórolni. Semmilyen hatalom, tulajdon, haszonszerzési érdek sem kerülhet az elé a tevékenység elé az egyházban, amit az evangélium képvisel. Mennyi régen még nagyon aktív, személyes hittel kapcsolatos érték van úgy jelenik sokak életében, hogy már ma már nem jelen sajnos felül, és nem aktiválják őket sem rendszeres alkalommal, sem pedig alkalomattán. A visszasegítésben lehetnek ők feladatok, a rehabilitációs folyamatban trénerek, a templom illatát elfelejtő
és az élő kapcsolat vonalát elszakító testvérek ébresztése, frissítése, eredeti küldetés a mai egyház tagjai számára is. Ha csak önmagára gondolunk, egyház nagy kísértés minden egyesítőben. Nem szabad elfelejteni és könnyen leírni egyetlen lelket azok közül sem, akik egyszer már mélyen megtapasztalták Isten kegyelmét és szeretetét. Nem nosztalgikus élmények emlegetése a munkány, hanem a korábban megélt Isten közelség utáni vágy, vágyakozás, igénytelkeltése. Szabad bátran rákérdezni életutakra. Szabad közvetlenül megszólítani régi ismerősöket. Szabad felcsillantani mások számára keresztény értékeket, szépségeket, erőket. Konfirmációs élmények, ifjúsági órásnak pillanatok, vagy lelkesés lángoló ki fiatal korban. Később aztán nagy veszélyi, hogy felnőttként, szülőként, házastársként, sikeres életkarrierben teljesen eltűnik minden, ekkor öröknek itt lelki halak. Ezek az egyháztól történő elidegenedések nem hagyhatják nyugodtan a mai keresztényeket sem. Úgy illik betölteni a küldötti szerepet, hogy minél több ember ráébredhessen, és megtalálja újra a leglényegesebb alapokat Krisztus követésében, az ő életében. Tudunk is panaszkodni, mint mai közvetítők. Magyarázunk a bizonyítványunkat a gyülekezetben és egyházban egyaránt. Okokat és akadályokat is fel tudunk sorolni kapásból, nem is keveset. A krisztusi alapok ismétlése, újra felfedezése és meghallgatóvá tétele ettől függetlenül még mindig a modern kor tanítványainak is fő hivatása marad. Ezért az elsőség. A mi mai környezetünkben egyáltalán nem könnyű jó közvetítőnek lenni. Mert mindenhonnan információ, figyelemfelkeltések, reklám stílusban ráköltött akciók, megnyerések, bekebelezések áradnak ránk. Mindegyiknek nagy jelentőséget tulajdonít a világ, és hatalmas ígéretekkel biztosít minket arról, hogyha őt választjuk, ha mellette döntünk, és legfőképpen meg is rendeljük azonnal felkínált tóportékát, akkor minden szép lesz, egészséges lesz, és csodálatra méltó az életünkben. Sokszor még azt is megkapjuk olyan bónusz ígéretként, hogy akár egyetlen kipróbálás is mindent megold. Ebben a zajban, lármában és kínálati kultengésben is hangzik felén egy hal közvetítő szó. Más az igazi érték. Egy csendesebb helyen, egy elmélyülő órában, de utolér minket mégis egy-egy közvetítő kérdés. Minket mégis gyülekezeted is. Mi magunk is lehetünk mások életében érkező segítő, megkérdező is. Az új évben újra kikérdezik Isten tőlünk a legfontosabb tanítások ismeretét. És azt is, hogy valójában ezen múlik minden az életünkben. Jó kitenni magunkat ezeknek a kérdéseknek. Ezért fontos hivatás a jó kérdezőké, és az ő
mellett a rossz napokról is szólnunk kell. A győzelmek mellett a vereségeknek is helye van a beszélgetésekben, a bibliaórákban. Az erő nyitottatás helye, az erőtlenség megvallása fontos az életünkben. Van mit betúkolni ezekről bőven. És kedves testvéreim, szeretnék következett, megdöbbentő lehet számunkra is, milyen könnyen, szinte pillanatok alatt el lehet jutni oda, hogy hiába valóvá lesz a kegyelem az életünkben. Nehezebb időben, betegségek és megpróbálkozások között hamar fel tudom kiáltani, hogy jaj Istenem, segíts meg, és kétségbe is esünk. Miért volt velem fordult az erő? Miért legyen még ilyen elisztóba? Mit büntet Isten rajta éppen ezzel a bajjal? Amikor ezek az érzések kezdenek hatalmába keríteni, fokozott értékben szükségünk van a mai követett szolgálatára. Ezért is jöttünk el most ide a gyülekezet közösségébe. Akik nem a megütközés, és nem is a kétségbeesés is erősítik bennünk, hanem olyan közvetítőkre van szükségünk, akik éppen az ellenkezőjére világítanak rá. Az erőtlenségben, a szomorúságban és az elesettségben megküzdött napok hozzák igazán közelebb azt az érzést, hogy egyedül Istennek van tulajdonában minden. Mi egy perc alatt észrevehetjük, hogy igazából nincs benne vagyunk. Minden vagyon és minden jóri birtokása esetén is mi nincs benne vagyunk. Nagy pillanatok ezek az életünkben. Nagy távlatok is nyitnak ki előttünk. Messzire a lehető és elvehetetlen értékre sugároznak ilyenkor a fények. A jó napokban pedig általában lazán, mással el vagyunk foglalva, és már eszünkbe sem jut, hogy megkérdezzük, mire való ez a kellemes, Istentől kapott idő az életemben. Mit illene kezdeni a sikereimmel, a győzelmeimmel, a szerzeményeimmel? Merre menjek? Kinek segítsek? Kivágítan rám a maga bajával, nélkülözésével és szomorúságával. Könnyen ki tud szorulni a kegyelem az életünktől ilyenkor is. Pedig modern világokban is jó lenne aktiválni és újra elmondani Rámai Pál egykori imádságát. Kiárasztotta az ő áldásainak csatornáit az én fejem fele, és azonnal kövérségével táplált engem. Gyakorta megszabadította a fogósóktól az én életemet, és gyászóha helyett örömmel övezette engem. Betöltötte az én szívemmel jó kívánságit szüntelen, és az ő irgalmasságának kész folyamatával ma is biztat engem. Hogy adja vissza az Úrnak minden jó voltát? Szeretett testvéreim, nem csak katekórán, de legalább annyira vittalórán, vagy itt a szószéken is érdemes lenne újra kikérdezni az alapokat. És sok-sok eddig megtanult ismeretet és tudást is. Nem is másért érdemes ez igazán, hanem csak azért, hogy a jó napokban és a rossz napokban egyaránt megtalálhatnánk így a fenti imádság kérdésére a személyes válaszokat. Hogy adjam vissza az Úrnak minden jó voltát? Ennek a frissítésnek nincs is jobb alkalma, mint az új év kezdete. Ne legyen passzív, és lemondjuk mindez, hanem
valódi együttműködés Isten kegyelméből. Az őszinte visszaadás lesz a legszebb hálaadás. Így legyen. Amen. A magunk csendességében ülünk Isten elé szívünk kérdéseit. Áldott az Isten, aki meghallgatta a könyörgésünk szavát. Ámen. Igen, a kisebb választékben énekeljük a megkezdett dicséretünk, a 201. dicséret második versét, nincs megszállva állítása. Fázókért, a háborúságot szenvedőkért,
élünk minden nyomorultért, és közöttünk élünk saját magunkért is. Könyörülj rajta. Ennek a világnak, mindannyiunknak olyan nagy szükségünk van rá. Így velünk, átmegy gyülekezetünket, magyar népünket, az egész felelő világot. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi a mennyek, hogy a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdezem az adakozásunk, Isten tiszteletünk és álláldozatunk részét. Adakozzunk jókedvűen, tudva, hogy minden az Úrtól van. Helyünket elfoglalva, hallgassunk meg jelentéseket. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem alkalmainkat. A 17 órától Isten tiszteletet tartunk a lelkészi hivatalban, amely az ökumenikus imahit kezdő alkalma is lesz egyben. Szeretettel hirdetem, hogy az ökumenikus ima hetünknek megvan a programja, amelyet plakáton is tetszenek majd látni a kapun, megolvasom. A holnapi napon hétfőn az életpálya Pünkösdi gyülekezetben leszünk a Drága utca 25 szám alatt, ahol Kicskáli Tomica Renáta testvérünk szolgál 18 órától. Kedden 17-én a Kegyelem gyülekezetben tartjuk az alkalmat Verseny utca 7 szám, 18 órától Bócsa Roland lesz a szolgálatelő. Szerdán a református gyülekezeti teremben, azaz náluk lesz az alkalom, 18 órától Rizsanyi Győző fogja az igét hirdetni. Január 19-én csütörtökön szintén mi leszünk a reformátusok, a házigazdák is, 18 órától dr. Alajó Eusebio Augustus testvérünk szolgál. Pénteken, január 20-án a katolikus templomban leszünk, 18 órától Kicska László Miklós fogja hirdetni az igét. Szombaton, január 21-én a Békési Baptista gyülekezetben a Telki utcán leszünk, ahol 18 órától Berezki Gábor lesz a szolgálatelő. Majd végül vasárnap, január 22-én ugye időpont változás 12 óra a megszokott rendben a Békési Baptista gyülekezetben leszünk ugyanúgy a Telepi utca 39 szám alatt, azaz 12 órától Dénagy József lesz szolgálatelő. Kérem továbbá, hogy hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 4-9 órakor imaközösséget tartunk a lelkészi hivatalban, szerdán 4-9 órakor látogatót tartunk a Kütör gyülekezeti teremben. Szerdán elmarad az Isten hozott Biblia költ, az ima hét miatt, az ima hetik alkalomra várjuk a testvéreket. Pénteken 10 órától Biblia órát tartunk a lelkészi hivatalban. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket, Bucsi András presbiter testvérünk könyvének a bemutatójára, amelynek a címe Szegedi Kis István az Úr követe Székeső országban. Január 26-án 16 óra 30 perctől lesz a könyvbemutató a gyülekezeti teremben, ahol könyvvásárlásra is lehetőség adódik. Az istentiszteletek ideje alatt továbbra is átmehetnek a gyermekek a fűtő gyülekezeti terembe, és amíg a gyermekek játszanak, a szülők az istentiszteletet élőben követhetik, kérjük, ha lehetséges, a gyermekek hozzanak váltócipőt. Alkalmai továbbra is megtekinthetőek,
Az év elején leltározással összegyűjtöttünk akciós, illetve ingyenesen elvíthető könyveket is, érdemes őket átintézni az alkalom után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás vétel készülőjének egy záró énekünket, a 299. dicséretünket az első többességvel, mint így velem Uram, mindig. Thank you.
Végül testvéreink, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Fogadjátok el az ítést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség.